A kormány 2000-ben nyilvánította április 16-át a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjává. Országszerte megemlékezéseket tartottak. Cegléden a Városháza dísztermében emlékeztek a vészkorszakra. Emlékezni a ceglédi zsidóságra, akik közül a holokauszt idején a feljegyzések szerint 525-en vesztek oda. Tudással kell bírnunk, hogy ennek az embertelen világnak árnyéka többé ne vetülhessen ránk. Tudással kell bírnunk, mert kötelességünk továbbadni, hogy a hozzánk hasonló akkori fiatalok mind mentek keresztül. Emlékeznünk kell arra, amit ti már csak a tankönyvekből ismertek. Abba a korba léptetek, hogy nektek is kötelességé válik megismerni a történelmet, befolyástól, ideológiától függetlenül, hogy soha ne érhessen benneteket olyan befolyás, soha ne legyinthessen meg olyan ideológia szele, hogy valamelyik osztálytársatok megkülönböztető jelzést kell, hogy viseljen, azért, mert más a vallása, más a bőrének a színe, más a hajának a színe, mert a szülei jómódúak vagy szegényebbek, vagy mert más együttes dalait dúdolják szívesebben. Hazánk, Magyarország 1944. márciusi német megszállása után a sztójai kormány sorra hozta a zsidóellenes rendeleteket a sárga csillag viselésétől, a kerékpárok beszolgáltatásán át a zsidók lakásának igénybevételéig. A zsidó gettósításáról szóló rendelet értelmében a kisebb településeken a zsidóságot összegyűjtötték és a közeli nagyvárosokba szállították. Majd gyűjtőtáborokba vitték, a városi és a budapesti zsidó közösségeket elkülönített városrészekben, úgynevezett gettókban helyezték el. A gettósítás már a rendelet megjelenése előtt elkezdődött, az első gettókat és gyűjtőtáborokat 1944. április 16-án Kárpátalján alakították ki. Az 1944. áprilisi felmérés szerint Cegléden a neológ anyahit közösségnek majdnem 600 tagja volt. Cegléden a gettósítás során összesen 581 főt gyűjtöttek össze. A ceglédi zsidókat 1944. június 17-én szállították át a kecskeméti gyűjtőtáborba, ahonnan a hónap végén Auschwitz-Birkenauba szállították őket. A mai eszünkkel felfoghatatlan szörnyűségek téptek szét, nyomorítottak meg családokat, tettek tönkre életeket. A holokauszt áldozatainak halála, a meggyötörten hazatért sorstársaik emléke és lelki gyökrődése kell, hogy legyen, és kell, hogy ösztökéljen minket a szembenézésre, a morális válaszok keresésére és azok kimondására. A magyar kormányzat 2000-ben nyilvánította a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjává, április 16-át. Mert ami a II. Világháború idején történt a zsidósággal, arra nincs mentség, arra nincs magyarázat, arra emlékezni kell. Emlékezni, mert nem felejthetjük, hogy az emberiség fejlődés története ott, akkor a náci szörnyűségek idején kisiklott. Elfogadni, elfelejteni nem lehet, de élni kell tovább az érthetetlen megértéséért, azzal a különös érzékenységgel és tudással, hogy ez a szörnyűség soha többé ne ismétlődhessen meg. A szörnyű korszakot idézte fel a Holokauszt Emlékközpont gyűjtemény vezetője is. Jakab Attila a ceglédi zsidóság deportálásáról is szólt beszédében. Az SS lényegében a helyi nyilasok segítségével állította össze azt a listát, amelynek eredményeképpen 32 személyt a gettósítást megelőzően elszállítottak előbb Kecskemétre, majd pedig a bács-topolyai internáló táborban. Ezt később újabb 17 zsidó férfi követte. A gettósítás problematikáját is a helyi polgármester nehezen kivitelezhetőnek tartotta, és ezért más településekkel ellentétben nem zárt gettó, hanem úgynevezett kijelölt csillagos házak voltak hivatottak összegyűjteni a ceglédi zsidókat.
Június első hetében azonban Jaros Andor belügyminiszter nyilas feljelentésre megelégelte Sárkány Gyula polgármester és Fehérdi Albert rendőrfőtanácsos nem megfelelőnek ítélt együttműködését, és előbbit Hódmezővásárhelyre, utóbbit pedig Gyöngyösre helyezte. Innentől kezdődően dr. Szaniszló Lajos vette át az irányítást, és a zsidóságot összezsúfolta a zsinagógába, illetve a hitközség épületeibe. Szó volt a deportálásról, amely júniusban következett be, előbb Kecskemétre, utána pedig természetesen Auschwitzba, és a dokumentumok szerint a bács-topolyai internáló táborból nem jött vissza 9 személy, a munkaszolgálatra elvitt 90-ből nem jött vissza 70, és gyakorlatilag a deportálásba elpusztult mintegy 460 ember. A Cegléden nyilvántartott 525 áldozati névvel az emlékfalon 290 olyan áldozat neve szerepel, akiknek utolsó lakóhelye Cegléd volt, és gyakorlatilag ez is mutatja, hogy a holokauszt történetének feltárásában még nagyon sok tennivaló van, a listákat, az áldozati listákat folyamatosan össze kell vetni, és ki kell egészíteni. Jelen pillanatban mintegy 180 ezer áldozatnak a neve szerepel az emlékkaszpont emlékfalán. Komoróczi Géza professzor szerint történelem csak akkor van, ha tudunk róla, ha beszélünk róla. A megemlékezésre a Közgazdaság és Informatikai Szakgimnázium tanulói készültek a Szilánkok című műsorukkal. Ki mondja azt, gyűlöld és pusztíts embertársadat? Senki. Ki mondja azt, szeresd és becsüld szüleidet, hazádat és népedet? Mindenki. Akkor ki és mi tanít meg bennünket gyűlölni és pusztítani? A rendezetlen, ködös lelkület leggyakoribb és legjellemzőbb tünete. Gyűlölködés valamely közösség iránt. Minden baj okai a zsidók, vagy a katolikusok, vagy a pénzemberek, a gyűlölt közösséget tönkre kell tenni, és minden ember. Indulatos kifakadások az illető embercsoport ellen, de lehetőleg csak olyankor, ha kellemetlenség nem lehet belőle. És a gyűlölet a gyűlölt közösség egy-egy tagja iránt lényegesen kisebb, mint az egész közösség iránt. A közelebbi, jó ismerősök kivételek csak a többi tűzre való. E fajta gyűlölködés igen könnyen fertőződik, mert bal sikereink okozta keserűséget és csalódást egyszerűbb és kényelmesebb egy-egy általános indulatrohammal levezetni, mint önmagunkat ellenőrizni.